is, mint most is. Nem veszik komolyan, amit mondok. Pedig tiszta jó szándék vezérel engem. Tisztára jó szándék vezérel engem, és nem rossz értelemből beszélek, hanem tényleg ez már nonsense, ami van. Én el sem akartam hinni, hogy ennyire fajul a világ, hogy megtámadnak egy nőt. Neki mernek menni egy nagyon közszereplő, nagyon ismert nőnek, akit szinte a fél világ ismer, mint a Office Barbie. Miért kell ezt csinálni, miért kell bántani? Miért fajulunk mi emberek idáig? Miért nem tartunk össze, miért nem szeressük egymást? És na most én nem is értem ezt egész dolgot, hogy lehet ilyet tenni. Azon ő nem ártott senkinek, csak bement a West Endbe megismerni, milyen ott a helyzet. Hát, ha megtetszik neki valami, megveszi magának, vagy megveszi, és szívesen hazavinné magának, de nem tehette meg. Hiába volt ott a barátja, azt is megtámadták. De én azt mondom, hogy tegyék meg velem. Én a szemét kiszedem. A helyéből kiszedem a szemét, ami hás megközelít. Én olyan leszek, mint a vadmacska. Oroszlán kettő leszek. Reggelire megesztlek a szememmel. Rád megyek úgy, hogy többi ember belőled nem lesz. Én hozzám nyúljon valaki. Igen. Igen, hozzám nyúljon valaki. Azt várom, hogy én hozzám merjen valaki nyúlni. Lehet egyszer sikerülni fog, de fel is kelek. Az Isten óvjon meg. Akkor oda fölcsináltassá a házat. Bárki legyél is. Én még nem bántottam senkit, de akkor ugrok, mint a bóha. Mint a bóha ugrok. Úgyhogy engem nem érdekel semmi, de ez szomorú és sajnálatos, hogy bántották Office Barbie-t, bántalmazták. Én, mint nőt sajnálom, mint embert, mert mikor megtudtam, hogy milyen véleménye vannak róla és miért, ő nem tehetett arról, hogy a barátja elárulta őt. Állítólag. Ezt is valamilyen szinten félváron úgy hallottam. És ezt lévén ki lett használva, mai világban gyerekek senkibe bízni nem lehet. Soha, még olyanba se, akivel már évek óta együtt vagy. Ha itthon mesztelen lát, az nem baj, de sose engedd magadat lefotózni. Ha úgy nem vagy jó neki, hogy szemmel lát téged, és már fotót készít, tudod, ott már probléma van, mert visszaéhet.